most Sztársáv Extra Várkonyi Attilával és a 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágereivel Magyarország leghallgatottabb rádiójában. Önök a Retro Rádiót hallgatják, a legnagyobb retro slágereket hozzuk a 60-as, a 70-es, illetve a 80-as évekből. Az év énekese ül velem szemben, 82-ben, 83-ban és 84-ben is ő kapta ezt az elismerést. Szervusz, jó estét kívánok! Köszönöm szépen ezt a szép felvezetést, Soltész Rezső vagyok annak, aki később... nem volt igaz abból, amit nem, elmond. Minden igaz volt, hogy ez mindig olyan van, hogy hosszú történet, de... De nyugodt, ráírunk. De itt az a helyzet, hogy akik most születtek, már a Retro Rádiónak azért a hallgatósága, nem mondhatnám azt, hogy csak idősek, majd mert rengeteg fiatal ember van. Hanem, hogy ez egy olyan dolog, hogy ez a felvezetés nem mindenki emlékszik bizonyos minden helyzetre, hogy azért mondtam, hogy Soltész Rezső vagyok. Hát volt egy olyan szituáció, hogy akkor már kezdtem a lapokkal foglalkozni, és nem volt annyi fellépése, nem volt televízió, nem ezeket is már akkor ritkában adtam ki, és akkor egyszer csak elmentem egy ilyen sajtótájékoztatóra, és megkérdezték tőlem az ott álló gyönyörű érettségi utáni kislányok, hogy és a kedves nevét, és akkor egy pillanatra lefagyott, hogy most valami történt, és azt mondtam, hogy Kós János. És képzeljétek el, leírta. Ne, bebuktak a listámba, és elkezdték Jani nevét keresni, és egyik sem volt igaz, és mondom, ez egy nagyon kínos dolog, tehát elnézést kértem, sűrű elnézést, ne haragudjanak, mert nem tudhatja mindenki, hogy kik vagyunk, persze szerencsére sokan tudják. Úgyhogy itt vagyok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Sztársáv című műsort hallják, 1982, 83 és 84 événekese ül velem szemben. Egyébként a közönség a legnagyobb kritikus, tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan elismerés, ami talán kettőt ér, ha szabad így mondanom. Mit gondolsz erről? Hát ez szerintem egy fantasztikus dolog. Tehát, hogy a közönség, nem a szakma. Hát, igen, ez érdekes dolog. Általában a sláger szerzők, vagy a sláger előadók, azok sohasem kaptak olyan hivatalos fórumok, tehát ilyen szakmai elismerést, mert abban valami hiányzik, ami... Hogy tudod te sláger lenni, valami nincsen? Igen. Tényleg valaki érdekes. Egyszer azt mondta, hogy amit mi fölépítünk, a szóljon hangos az ének jelenségre, hogy amit mi fölépítünk, azt a Soltész Rezső egy mozdulattal, egy nótával lerombolta. Hát ez csak egy ilyen kis szakmai hátsó történés volt, és én ezt tulajdonképpen, én azt mondom, ebben nagyon el tudok élni, mert az, amikor az ember kimegy a színpadra, és sláger énekes, Németországban hallottam ezt a szót, a sláger zinger, ez egy olyan tipikusan szórakoztató. SCH-val. Igen, hogy ez egy olyan szórakoztató műfaj, és ez nálunk persze volt, csak nem neveztük ezt így néven, és ez a sláger énekesség nekem nagyon-nagyon jó eső. Most, hogy mondod egyébként egy igen, de valahogy hozzád hasonló énekesek mindenki egy picit magyarázkodik, pedig nem kéne, hát mert hogy amilyen minőségnek számít, azt kevesen hallgatják. Szóval, hogy azért írunk popdalt, a nevébe benne van, mi azt akarjuk, hogy nagyon sokan hallgassák. Igen. Ha valakinek kiesik egy ilyen dal, mint nektek, a Szóljon hangosan az ének, hát ez a legnagyobb dolog, amit el lehet érni, nem? Szerintem is. Tehát, hogy ehhez nem kell magyarázkodni, hát igen, mert azt akartuk, hogy, hanem azt akartuk, hogy mindenki ismeri. Igen, ez pontosan így de van. Ugye van egy ilyen érzés, és, abszolút, és vannak ezek a nagyon elmondt nóták, a 6-8 perces, mondjuk innovatív rock balladák, ők azt gondolják, hogy na most mi létrehoztunk egy minőséget, ugyan kevesen hallgatják, vagy kevesen ismerik, de érted, mit akarok mondani? Hogy ne érteném, sőt, be kell mondjam, hogy egyébként én szeretem ezeket a műfajokat is. Én is, nehogy valaki azt mondja, hogy nem, de hogy persze. És nagyon, hát azért a mai állapotban is olyan dalokkal és olyan szerzőkkel foglalkozunk, és előadókkal, akik nyilván modernem és progresszívebb dolgokat csinálnak, és igazából én még a Zenész magazinban, ami az én újságom, még sose szerepeltem, mert tudom, hogy nem ott a helyem. Hát az egy másfajta közeg, avval együtt, hogy nagyon és elismerem az értékeit, és nyilván persze, én nem semmiképp sem foglaltunk, egyikünk sem állást, szeretném letisztázni, csak tényleg érdekes, hogy a progresszív zenészek valahogy úgy kicsit úgy lenéznek a pop zenészekre, pedig erre semmi ok. Igen. Azért azt kell mondjam, hogy nekem halálos nagy szerencsém volt ebből a dallal, aminek van egy tempója és van egy jó hangszerelése is, amit a Máté Peti hangszered nagy zenekarra, ezért nagyon hálás vagyok neki, ami úgy a tartalma és a szöveg és mint egy híd, ez úgy átemelt engem évtizedeken át, és gondolom azért vagyunk most is itt ez a Sztársáv című műsorban, hogy erről beszélünk. Voltunk Rezső a 6-os lottó sorsoláson, emlékszel rá? Mi az, országos turnéba ment. Egyébként érdekes, hogy a 6-os lottó nekem nagyon sokat segített, mert ez igazából a rendszerváltozás utáni időszakot, a 90-es évekről beszélünk. Igen.
Amikor például egy budai parkszínpadi koncertemet, amit rögzítettünk, a Wilpert Imre nem akarta kiadni a hanglemezgyártóban. Azt sem tudom, hogy hova forduljak, hiszen nekem mindig a lemezgyár volt a lemezgyár, és történt egy ilyen felvétel, ami azt mutatja, hogy az ember tud énekelni élőben, és ott élő zene szól is. Ez is egy fontos dolog. És akkor... Már ez már Korvinában kiderült rólad. Jó, igen, de hát az akkor már én voltam, tehát akkor az egy más helyzet volt. De a Korvinának nem volt élő koncert felvétele, és így megérte ez. És akkor valami új zenekarnak a felvételét adták ki, és akkor ez nekem nagyon rosszul esett, és akkor vissza akartam vonulni. Hát azt mondom, hogy most ennyi volt, itt a szakma engem már, mint a lemezgyáros változata, és a lemezgyár, aki azért mindig hűséges voltam, és lojális, és azért már őnek is kell, akkor én valószínűleg nem kellek már senkinek sem, és akkor elkezdtem a lapokat csinálni, persze foglalkoztam. És akkor jött egy nagyon nagy fordulat, amikor kivittek, szintén mondhatnám azt, hogy erőszakkal a Szigetre, volt egy ilyen táncdalfesztivál sátor, ahol tényleg nem akartam mondom, a Sziget az egy teljesen modern, mai formáció, ott olyan zenekarok vannak, nem csak hazaiak, mint Oksi, meg most kéne mondom még, de a Oksi mindig is ott volt, vagy a Minit akartam mondani, a Török Ádám, hogy nekem oda nem kell elmenni. Külföldi zenekarok is ilyenek, vagy fellépők is ilyenek. És akkor olyan nyomás érkezett, mondták, hogy higgyem el, hát a Korda Gyuriékat szétszették, és hogy... És mondták, ez így volt? Tényleg így volt. Araszkin, Aszkin, meg mindenki volt már, és én miért nem tudok kimenni, és akkor beadtam a derekam, és ez valami elképesztő változáshoz. Tehát kimentem a színpad, egyrészt tele volt a sátor, ott volt legalább 1000 ember, nem tudom mennyi volt, annyia, és elkezdtem énekelni a dalokat egymás után, egyrészt csápoltak, mint az őrült, és mondom, most ezek is hülyeskednek, mert rögnek rajtam. Ez nem. Így indult szerintem. Ez nem. Így indult, hogy egy picit ilyen nevettünk, és megszerették. Tehát én azt érzem, hogy volt a fiatalságban egy ilyen érdeklődés, hogy mi is ez, és rájöttek, hogy ez jó. Na figyelj, és mikor, rájöttek, hogy megszerették. Amikor elkezdték énekelni az Annabellát, meg a Vágyt, meg a különböző dalokat, amiket ott előadtam, velem együtt énekelték, mondom, hogy ez már kicsit... Mégsem olyan ciki. Egyáltalán és nagyon, és ott akkor megfordult az élet. És azért volt fontos az a hatos lottó sorsolás, mert a hatos lotton ez egy nagyon elegáns műsor volt. Oh, nagyon. Én a Bajnai Évivel vezettem a műsort végül is, aztán a sorsolás maga az Évi csinálta élőben a rádióban, csak akkor volt lehetőségem arra, hogy az egész programnak a végén egy 30 perces önálló műsort adhassak, és ott elénekeltem azokat a slágereket, talán ma is szeret a közönség, és hát itt vagyok. Önök a Sztársáv című műsort hallják, viszont én most egy nagyon komoly dologról kérdezlek, hogy vagy, mert az év végén felröppent, hogy kicsit elfáradtál. Sok volt. Igen, nagyon sokat dolgoztam. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy elkezdtem számolni, most összehasonlítva a jelenlegi helyzettel, hogy az elmúlt évben közel 100 fellépésem volt, különböző koncertek és olyan lehetőségek, ahol megmutathattam magam, amit nagyon szerettem. Szinte mindent elvállaltam, de hát olyanok is voltak a felkérések, hogy nem lehetett, nem volt okunk rá, hogy nemet mondjak. És jöttek egymás után a dolgok. Szóval a sok-sok munka lényege az lett, tehát a vége az lett, hogy egyszer csak eltörött a hegedű. A szívem az felmondta a szolgálatot, és egy olyan, tehát maga megjött a vérnyomásom, és egy olyan probléma merült föl, amire a kardiológus azt mondta, hogy ha most vagy abban, vagy megállsz. Te nem emlékszem, ide se jöttél be, arra sem emlékszem, a Tánza Fesztiválra sem mentél, tehát nyilván te ezt komolyan vetted. Pont azon a napon történt ez december 8-án, amikor a délben ide kellett mondani hozzátok, akkor azt hiszem a lányom telefonálhatott, hogy ez most nem így sikerült. Tehát tényleg hullan egy szerencsém volt, ahogy mondani szokták, mert megúsztam valamit, és kezdődött egy ilyen újraépítkezés. Hát jó, azt mondottam, hogy 3 hónapig nem felép, milyen jó lesz, és akkor utána elkezdtem, hogy 3 hónap, ez még kevés, nem vagyok úgy, nem vagyok olyan állapotban. Lehet, hogy neked segített ez a vírushelyzet. Hát, talán igen. Lehet, hogy nem bírtad volna ki. Senki sem volt a színpadon, igen. És azt mondta, hogy június 1-ével fogok vállalni fellépést, és akkor már volt is igény, de már májusban is volt igény, és már nem bírtam a fenekemen nyugton maradni, hogy a május 1-re egy-egy fellépés elvállalok, hogy mit tudok én csinálni. Mi szólt a lányod? És hát tiltakoztak. Összevonta a szemedet. Igen. De hát a helyzet úgy hozta, hogy most már június is elmúlt, és még mindig is fellépés, és még július is, úgyhogy augusztusban vannak fellépések, amiket, de ez is egy vicces dolog, hát olyat képzeljétek el, hogy kapok egy telefont, hogy ráérek-e mondjuk augusztus 15-én. Mondom, ráérek. Jó, azt mondja, akkor elmész, nem tudom, Sázsra, ott fogsz fellépni.
eltelik három nap, aztán nem fogsz fellépni, mert nincs, és nem vállalja, vagy nem veri megcsinálni az önkormányzat, vagy a rendező. Mert sok pénzt elköltöttek az önkormányzatok segélyezésre, tehát ez most egy nehéz időszak nekünk, akik a színpadon állnak. Igen. Sok mindenkinek így van, csak talán nekünk abból a szempontból nehezebb, hogy mi abszolút ettől függünk, és amíg bizonyos termelői folyamatok mehetnek, és hál' Istennek, hogy mennek, és végtelen köszönet a munkásoknak mind a mezőgazdaságban, mind az iparban, hogy nem állt meg a magyar gazdaság. De azért például a színészek, a zenészek nehezebben voltak, de hát pontosan. Jó idők fognak járni, én ezt hiszem. Soltész Rezső a vendégem, akit végtelen szeretettel fogadunk mindig, amikor ide jön a Retorádióba, és hát most már megtudtuk, hogy mi volt a hallgatásának az oka, azt is megtudtuk, hogy hogy telt nagyjából a karantén számára. Mit tervezel, ezt még nem tudjuk. Hát a helyzet az, hogy bejelentkeztem a Facebookon, éppen stúdióba mentem ki, mert egy lemezfelvétel zajlik most ebben a pillanatban. Kicsit rekett lett a hangom, de ez nem attól van, hanem talán a beszédtől, teljesen mindegy. Ez egy elég hosszú, egy óra is már a csúcsforgalom. Bekapcsoltam a Facebookot, illetve a rajongói oldalt, és elkezdtem mesélni. Azt is mondtam, hogy ma este itt a Retorádióban vagyok. És az a dolog, ami engem nagyon lelkesít, hogy ez a bizonyos lemez, aminek az lesz a címe, hogy akit szeretnek, annak az életőre. Van egy ilyen sláger, amit én énekelek, és egy kicsit szeretnék egy lenyomatot hagyni magam után ebben a lemezzel, erről a korról, ami tényleg egy, mondjam azt, hogy nem csak azért, mert a retro annyira divatos, és annyira kell, de ezt én úgy érzem, hogy ezt nekem meg kell tennem, hogy a rajongóim ugyanúgy emlékezzenek majd rám, és nagyjából azok a dalok hangzanak el a lemezen, amit én az előadásaimon énekelek. Hát kicsikét közelebb kerülünk egymáshoz, és már 3000 nem tudom hányan látták, most épp azt akartam megnézni, de nem tudtam rámenni a csatornára. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttél. Jó egészséget kívánok, már ez most kettőt ér ez a kívánság. Igen. És köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm a figyelmet, és sok sikert nektek. Soltész Rezsővel beszélgettünk itt a Retro Rádióban. További kellemes rádiózást kívánok. A 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágerei. Retro Rádió.